Nem hiszem, hogy Oroszország taktikai atomfegyvert vetne be Ukrajnában. Ezt mondta az ország londoni nagykövete egy BBC-nek adott interjúban. Andrej Kelin szerint az ilyen fegyverek használatára szigorú szabályaik vannak, és nem vetik be őket egy ukrajnaihoz hasonló hadműveletben. Közben Harkivba látogatott Ukrajna elnöke, akinek a háború kezdete óta ez volt az első hivatalos útja a kijevi területen kívül. Kamera rögzítette éjjel, ahogy találat ért egy napelemállomást a Harkivi területhez tartozó Merefa városánál. Az ukránok szerint Iskander-típusú rakéták csapottak be, amelyeket Oroszországból lőttek ki. Ez egy békés létesítmény, nincs itt semmiféle katonai célpont. Ez csak egy naperőmű, mondta az állomás vezetője, aki szerint a rakétákat Belgorodból indították. Közben Harkivba ment az ukrán elnök, aki a háború kezdete óta először járt hivatalos úton a kijevi területen kívül. Szerinte sok múlik azon, hogy országa elég fegyvert kap-e külföldről. Védelmi minisztere Odesszában beszélt egy újabb szállítmányról. Szárazföldi indítóállomásokat és jelentős számú hajók elleni Harpoon robotrepülőt kapunk Dániától és olyan barátainktól, mint Nagy-Britannia vagy Hollandia, amelyekhez szerintem más országok is csatlakozni fognak, mondta a tárcavezető. Az oroszok szerint a Donyecki területen elfoglalták a fontos vasúti csomópontnak számító Limant, de Ukrajna szerint még tartanak az ottani harcok, ahogy Bakhmutnál is. A 20 kilométerrel távolabb lévő Szlovjanszkba evakuálják a civileket. A rokonainkhoz megyünk, mert azt hallottuk, hogy itt súlyos harcokra kell számítani. Ha minden rendeződik és nyugodtabb lesz a helyzet, majd visszajövünk, mondta egy idős asszony. A megszállt herszoni terület orosz párti vezetője azt mondta, csak jövőre döntenek az Oroszországhoz való csatlakozásról, amelyről népszavazást írhatnak ki. Oroszország londoni nagykövete pedig azt mondta, nem hiszi, hogy taktikai atomfegyvert vetnek be Ukrajnában. Nagyon szigorú szabályaink vannak a taktikai atomfegyverek bevetésére, amire főleg akkor kerülhet sor, ha az orosz állam létét veszély fenyegeti, mondta a nagykövet, aki koholmánynak nevezte a bucsai mészárlást. Közben Szerbia elnöke bejelentette, telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akivel 3 éves orosz földgázszállítási szerződésről állapodott meg. A hatályban lévő 10 éves megállapodás a két ország között a hónap végén jár le.